Sziasztok! A múlt héten már előre jeleztük, hogy folytatjuk a társas vadászatokkal kapcsolatos ismeretek, gyakorlati javaslatok témáját, és ugye említettük előző alkalommal, hogy talán a leghitelesebb módon a biztonságos fegyverkezelésről Szollár András tudna némi útmutatást adni, úgyhogy felkerestük, itt vagyunk nála Siófokon. Köszönjük szépen, András, hogy rendelkezésünkre állsz. A nézők nevében is, ne is kerülgessük a forrókását. Társas vadászatok dandárját éljük, fokozott a baleset veszély, tudjuk mindnyájan, és akárki akármit mond, egy is sok. Így van. Egyéni vagy kollektív felelősség fontosabb vajon? Jó, erős a kérdés. Én is üdvözlöm a kedves nézőket, vadásztársakat. Ugye ahhoz, hogy ezt a témát kibontsuk, nézzük meg az alapjait egy picit mélyebben. Tehát, hogy erre az erős kérdésre mindjárt majd jó választ tudjunk adni. Tekintsük át, hogy tulajdonképpen mi is a biztonság, hol is helyezkedik el a biztonság a vadászat nagy egészében. Ugye akkor, amikor a szép vadászatról gondolkodunk, hogy milyen lehet egy szép vadászat, azt különféle vadásztársak különféleképpen élik meg. Mert az egyik az őzbakot szeret hívni, a másik vaddibára szeret vadászni, a harmadik társas vadászaton fácára szeret vadászni. De mégis azt meg lehet állapítani, hogy minden vadászat lehet szép, ki hogy tekint rá és ki hogy műveli. Egyféleképpen egészen biztosan nem lehet szépen vadászni, veszélyesen. Tehát ebből a logikából következik, hogy a biztonság az a vadászatnak az egyik legkritikusabb, egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb része. Bocsánat, nyilván a legfontosabb, mégis sokszor látjuk azt, hogy az eredményesség, a siker orientáltság bizony fölülkerekedik a biztonsági szempontokon. Ez nagy baj, és ez az oktatásnak is a felelőssége, nekünk lőoktatóknak is felelősségünk ez, és ilyenkor magamra is gondolok természetesen, hiszen ha mélyére nézünk a lőoktató kvalitásának, akkor azt kell tudnunk megállapítani egy lőoktatói kvalitásról, hogy kezei közül elsősorban a fegyvereket biztonságosan kezelő, másodszorban a fegyvereket eredményesen kezelő tanítványok kerülnek ki. Ez ugye mindjárt meghatározza a prioritást. Tehát biztonság versus találatcentrikusság, a biztonság megy mindig előre. Az oktatói kvalitásban is a biztonságnak kell előre menni. Tehát az, hogy valakit megtanítok lőni, az elsősorban arról szól, hogy a fegyverét biztonságosan kezelje. Másodszorban pedig arról, hogy jól és pontosan tudjon lőni. Ugye gyors halált okozó lövéseket tudjon tenni. Hiszen Fekete István után, itt ebben a tanteremben, az élet nevébe teszünk kereszteket a mezőre. Nagyon sok analógia van, itt adás előtt beszélgettünk róla, a közlekedés és a vadászat között. Igen. Amit a biztonság mindenek előtt valóságáról mondtál, ez a közlekedésben ugyanúgy igaz. Így van. És említetted, hogyha akár a lélektanát, akár a biztonság technikai elméletét nézzük a közlekedésnek és a fegyverkezelésnek, akkor nagyon sok hasonlóságot fedezhetünk föl. Egy picit menjünk bele az elméletébe. Igen. Ugye, amit direktbe át lehet emelni számunkra a közlekedésből, az a defenzív magatartás. Tehát az autóvezetésnek is a magatartás formája a defenzív magatartás, ami azt jelenti, hogy a kötelezőt mindig betartom, a tilosat soha nem teszem meg, és néha a megengedettet sem. Tehát ott is az a lényeg, ugye, hogy A-ból B-be valahova biztonságosan elérjek, elsősorban biztonságosan elérjek, másodszorban talán onnan visszafelé is biztonságosan hazatérjek. Tehát a jó vezető az, aki a biztonságot tartja prioritásnak. Ugyanez igaz a vadászatra, defenzív magatartás. Itt is ugye benne van a mérlegelésnek a lehetősége, hogyha a legkisebb kérdőjel is felmerül bennem, hogy az a lövés az biztonságos vagy nem, akkor biztos, hogy nem az. Hiszen kérdőjelet, gondolatot azért teszek mögé, mert ott már valami megjelent a
lehet, hogy egy korábbi esemény, lehet, hogy egy betanult reflex, lehet, hogy egy szabálypont, tehát valami már megjelenik az ember agyában. És ha ez ugye előbukkan, akkor defenzíven állok hozzá a dolgokhoz, nem asszertíven, ugye sportszakma használja ezt, hogy asszertív magatartás, ez az önérdek érvényesítő magatartás. Ugye a vadászaton is rossz nézni, amikor a találat centrikusság, vagy a mindenáron való zsákmányolás megjelenik, ott az önérdek érvényesítő magatartás jelenik meg. Ez a versenysportnak a sajátsága. Ugye a versenysport szól arról, hogy győzni akar valaki. Az olimpiai bajnokot jegyzik, az ezüstérmes is tudják még talán abba az évbe, de évekkel később már olyan nagyon nem jegyzik. Megemlékeznek róla a szakkönyvek, de az emberek fejében az már kevésbé van benne. Tehát itt is a versengő magatartás, az asszertív, önérdekérvényesítő magatartás előbb vagy utóbb veszélyhelyzetet szül, ugye csak úgy, mint a közlekedésben. Lehet rangsorolni, hogy milyen magatartás, milyen hozzáállás jár fokozottabb baleset veszéllyel? Mert én azt gondolom, hogy minimálisra kell csökkenteni nyilván az esélyét a baleset veszélynek. De ha megvan törve a puska, igen, én akkor is kényesen ügyelek rá, hogy soha nem mutasson a torkolat ember felé. Igen. Noha megvan törve a puska, tehát láthatólag ürített állapotban van, így a baleset veszély nyilván minimális, de a kis ördög mindig ott motoszkál az emberben, és ezt te nagyon szemléletesen egy korábbi előadásodban érzékeltetted, hogy tulajdonképpen piramisszerűen a baleset veszélyt lehet modellezni. Igen. Ugye a baleset veszélynek, illetve a biztonságos a fegyverrel kapcsolatos biztonságos magatartásnak ugye a legmélyebb forrása az a mentális attitűd, hogy hogyan gondolkodok a balesetről, illetve a biztonságról. Onnan indul. Tehát az az, ami késztet arra, hogy folyvást dolgozzak azért, hogy a fegyver kezelésen biztonságos legyen. Ez ugye ellenébe megy annak, hogy valaki levizsgázott és azt mondja, hogy de hát nekem van egy papírom róla, tehát erről többet engem ne kérdezzenek, mert itt van egy vizsgabizottság, deklarálta azt, hogy ezt a szintet én megugrottam, és innentől fogva, tehát én biztonságos vagyok, és természetesen teljesen joggal vesz részt egy vadászaton, hiszen a törvényi feltétele megvan. Igen, de azt elfelejtjük, hogy az ember feledékeny. Az embernek vannak olyan gondolatai, amik a figyelmét elsodorhatják időről időre, hiszen kivel ne történt volna meg például az, hogy elfelejtette, hogy hova tette le a lakásának a kulcsát, vagy az autójának a kulcsát. Tehát megjelennek a vadászaton is olyan dolgok, amelyek ugye figyelem sodródást idéznek elő. Tehát az, hogy hogyan gondolkodok róla, onnan indul a történet. Amelynek a legmélyebb gyökere az, hogy baleset velem is előfordulhat, okozhatok, vagy áldozata lehetek. Ha ezt belül elfogadtam, ez késztet majd arra, hogy a biztonság felől mindig gondolkozzak, és az éberségem a témakörben ugye mindig aktív legyen. Sólyom mondta azt, Lang Rudolf, hogy ugye ebbe az eszközbe a halál van beleszorítva. Ugye? A halál legkészségesebb szolgájává válik, ha kézbe veszem. Tehát vajon akkor, amikor a fegyverre hozzá akarok nyúlni, akkor bekapcsol ez a vörös lámpa, hogy egy halált hozó eszközt fogok a kezembe, nem a horgászbotomat, vagy nem a mobiltelefonomat, amivel foroghatok arra, amerre akarok, hanem egy olyan eszköz van, amelyik a halál legkésősebb szolgálja. És hogy ez tart-e ez a felügyeleti, bekapcsolt éber állapot, addig, amíg a fegyvert le nem teszem, vagy át nem adom valakinek. Ugye? Ön is közveszélyes eszköz, sőt eleve a vadászat veszélyes üzem. Ezért, ahogy említetted is, az éberség egy pillanatra nem lanyhulhat. Így van. Viszont nagyon sokszor tapasztalok olyan fegyverkezelési problémákat, amelyek abból adódnak, hogy valaki elhiszi magáról, hogy már kellőképpen rutinos. Régóta vadászik, eddig se volt belőle baj, ezután sem lehet, hogyha bizonyos cselekvéseket igen, ő megenged magának. Hogyan lehet ezt az éberséget fenntartani? Gyakorlás?
Igen, gyakorlás, tehát ez elsősorban ugye a lőtéri gyakorlás és a helyes mozdulatsor megtanulása, hogy bizonyos dolgok reflexszerűvé váljanak. Ne is tudjam másképp végezni. Tehát azt gondolom a mozdulatsor... például töltésürítésnél. Abszolút, töltésürítés. Vagy ugye az első gondolatom milyen, amikor hozzányúlok a fegyverhez. Összecsukott fegyver, töltött fegyver. Ugye hiába győzöttünk meg róla 10 perccel ezelőtt, hogy ez a fegyver üres, azaz nincs benne patron, mégis úgy tekintek rá, ha a fegyver össze van csukva, az egy töltött fegyver. Tehát az első dolgom, amit teszek, az az, hogy meggyőződök a töltetlenségéről. Tehát ha hozzá akarok nyúlni, ugye bekapcsol a vörös lámpa, nem a horgászbot, hanem a fegyver. Egy halált hozó eszköz. A következő, kontrollálom a csőtorkolatot, hogy ne okozzak veszélyhelyzetet. És amint felemeltem a fegyvert, az első dolgom, hogy meggyőződök a töltetlenségéről. Megnézem, hogy a csőbe nincs-e patron. Nagyon sokszor látom azt is, ahogy előveszik a tokból egy társas vadászat előtt gyülekezőnél a fegyvereiket. A jelenlévő vadászok nem figyelnek oda, ahogy te most abszolút makulátlan módon torkolattal fölfelé törted meg eleve a puskát. Igen. Sokszor látom, vízszintesen van, és úgy törik meg. Igen. Leteszem újból ezt a fegyvert, ugye, amikor megválok tőle, ugyanezt a mozdulatsort végzem visszafelé. Hiszen megválok attól a fegyvertől. Át is adhatnám neked, de most leteszem. Meggyőződök a töltetlenségéről. Azt mondom, hogy töltetlen, összecsukom, ezzel töltötté vált. Fogom, leteszem. Ugye a kétszeres kontroll. Mert ha egyszer tévedtem, ugye? A következő alkalommal, amikor fölveszem, megint ugyanaz a mozdulatsor kezdődik. Tehát ha az előbb tévedtem volna, mert maradt volna patron a puskába, akkor a következő mozdulatnál kiszűröm ezt a hibát. Ugye a rendszer nem arra épül, hogy az ember soha semmit nem felejt el, ugye? Hanem arra épül, hogy bizony az ember feledékeny. Lőtéren oktatás közben fordult velem elő az a történet, hogy ugye ugyanazt a korongot lőttük és gyakoroltattam a tanítvánnyal, és aztán jön már a 7. vagy a 8. korong, oda lőne neki, de puska nem sül el. Nézek én is, hogy mi van, mi történt. Elfelejtette betölteni. Ugye ma betölteni felejti el az ember, holnap kiüríteni. Tehát bizony, nem arra kell gondolnunk, hogy az ember ugye már 20 vagy 30 éve vadászik, és ezt a dolgot már számtalanszor ugye, megtette, betöltötte a fegyvert, kiürítette, és akkor ez rutinszerűen megy, hanem minden egyes eset egyedi. Tehát amikor a figyelem elsodródásról beszélünk, hányszor van az, velem is előfordult. Megyek az autópályán, egy aktív, erős telefonbeszélgetésben vagyok benne, és túlfutok az autópálya lehajtón. Tehát ott, ahol leszerettem volna fordulni az autópályáról, túlmegyek rajta. A figyelmem elsodródott. Ugyanez a vadászaton is megjelenhet. Tehát nem arra kell gondolnunk, hogy velünk nem történhet meg, a baleset, meg a rossz mozdulat, az mindig csak mással történik meg. Nem, ugye? A mély mentális attitűd. Baleset velem is előfordulhat. Okozhatok, vagy áldozata lehetek. Most a piramis jelleg, ugye kérdezted az előbb a piramis jelleget, hogy hogy néz ki a biztonságos fegyverkezelés biztonsági piramisa. Tehát érdemes körülnéznünk a társ tudományokba, vagy akár a közlekedésbe, az aviációban. Ott dolgozták ki a leggondosabban a biztonságot. Ott is piramisszerűen épül fel a dolog, a biztonság piramisszerűen épül fel, hogy lehetőleg az alsó szinten megfogják, ha hiba van. Tehát nem azt mondják, hogy nem lesz hiba, éppen ellenkezőleg azt prognosztizálják, hogy majd lesz hiba, de az lehetőleg ott az alsó szinten megoldódjék. És ne induljon el a folyamat egy tragikus végkifejlet felé. A vadászaton is nekünk, a vadászat és a fegyverkezés biztonságát tekintve a vadászaton is, nekünk erre kell gondolnunk. Nem a tévedhetetlenségbe kell hinnünk, hanem abban, hogyha bizonyos dolgokat begyakoroltunk, és bizonyos koncepciót magunk elé helyeztünk, akkor az megóv bennünket attól, hogy ne legyen tragikus egy végkifejlet. Tehát akár ha bekövetkezik valami, akkor annak a végkimenetele ne legyen tragikus, hanem lehetőség szerint. Igen. Itt az elején mondtad, és ez abszolút logikus, ugye, hogy a csőtorkolati éberség. Ha elsül a puska, igen, és ember felé mutat, akkor tragédia lehet.
Ha elsül a puska és az ég felé mutat, hogy belelövünk a földbe, igen, kellemetlen, megszólnak bennünket. Így van. Figyelmeztető jel. Így van. Bekövetkezett, aminek nem kellett volna, mégsem lett belőle tragédia. Igen. Tehát, hogy a fegyver biztonságát, tehát az egész rendszernek a biztonságát értékelnénk, akkor azt kellene mondanunk, hogy a biztonsági piramis tetején a csőtorkolat iránti éberség van. Mert lehet, hogy az összes többi dolog borul, ha a cső még mindig jó felé, azaz nem emberi élet felé mutat, abból még nagy tragédia nincs. Ugye beszéltünk róla, hogy nem szép dolog szétlőni a plafont, vagy egy autónak a tetejét kilukasztani, ugye szellősebbet tenni a járművet, ennek bizonyára nem örül a gazdája, de ebből még tragédia nincs, azt ki lehet javítani. Nyilván nem ilyen megtapasztalásokkal kellene eljutni oda, hogy valaki biztonságosan kezelje a fegyverét, de ez még mindig javítható, kezelhető dolog. Ugye a csőtorkolat kisiklik a látó zónából, kontroll alól kikerül, ugye abból van a legnagyobb baj. És ebben bizony vadászaton is ugye azt látjuk, hogy nagyon sok vadász ugye nincs tudatában annak, hogy nem tartja a dolgokat olyan fokú kontroll alatt, mint ahogy azt gondolja. Léniázik, ugye, lehajol, esetleg mondjuk egy nyulat vizeltet meg, és abban a pillanatban a puskája, mert ugye egy feladat elfoglalja, egy fontos feladat, ugye? A puskája közben rámutat a szomszédjára. Ott mennek a fenékbe például, ugye, hogyha egy ilyen vadászat szituációt elképzeljük, akkor ugye ezek a dolgok adódhatnak. Vagy például egy felvezető mögött megyek, vagy egy hivatásos vadásszal vadászok mögötte megyek, hátamon van a puska, keresztben van egy ág, alatt át akarok bújni, lehajolok, és abban a pillanatban a golyóspuska csöve rámutat az előttem lévőre. Anélkül, hogy észrevenném. Ezt a kívülről kamerázna mindig valaki, és az ember elé oda tárna, hogy figyelj csak, ez is ez történt veled a vadászaton. Az ember hitetlenkedne. Nem, ez nem én vagyok. De ez ugye te vagy. Tehát megint csak baleset, ugye velem is előfordulhat, okozhatok, vagy áldozata lehetek. Ez az a belső motiváció, ez az a motor, amelyik ugye arra készített, hogy a biztonság felől mindig ugye gondolkozzak. És mint ahogy az aviációban is, amikor egy repülőgépre fölülünk, beülünk ugye ott a kabinba, azzal kezdődik, hogy a sztjuárdeszek végig ismétlik. Aki sokat repült, az unalmasságig ismétlik ezeket a dolgokat. Az ember azt mondja, hogy hát már nem hallgatom, mert hát ezt már hallottam akárhányszor is. Nem, erre mindig érdemes odafigyelni. Ugyanez a vadászaton is, amikor az eligazítás megtörténik, arra mindig oda kell figyelni. Ott már kell, hogy égjen, izzon ez a lámpa, hogy hát vadászok, halált hozó eszköz van a kezembe. Nem a mobiltelefonom, vagy nem a horgászbotom. Tudnánk demonstrálni néhány olyan fegyverkezelési, hordmódbéli problémát, ami nagyon gyakran előfordul, nyilván a teljesség igénye nélkül, csak okulásképpen. Igen. Akkor, hogyha megkérhetnélek, András, igen, nézzünk meg ezek közül néhányat. Ugye itt van egy ilyen demópuska, ez egy fából készült, ugye nincs csöve, tehát ha véletlenül ráfogom a Péterre, akkor ez nyilván benne kellemetlen érzést kelthet, de ez mégiscsak egy fadarab, tényleg az. Ugye vadászatom. Ugye általánoságban ezzel a hordmóddal talán nincsen baj így alapjában, hiszen 45 fok fölé mutat a puska, és azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen biztonságos lehet. Igen, csak mi a baj ezzel? Ugye a látómezőből a csőtorkolat kikerült. És ugye a nap végére, a hosszas gyaloglás végére ebből ez van. És akkor szólnak, hogy Pista, igen, mi a probléma? És ugye már is megtörténik a baj, hiszen a látómezőből a kontroll ugye kikerült. De ugyanezt mondhatjuk erre a hordmódra is, tulajdonképpen így ez is biztonságos, tehát azt mondhatjuk, hogy az ég felé mutat a fegyver, na jó, a nap végére ugye ebből nagyon könnyen lehet ez. Csak ugyanaz a mozdulat, ugyanaz a probléma megtörténik. Tehát... Melyik a leghelyesebb javasolt hordmódja mondjuk egy sörétes puskának, egy társas... Hát igen, tehát úgy kell hordani, hogy a csőtorkolat mindig a látómezőben benne legyen. Tehát
ne legyen esély arra, hogy ugye kontrollon kívülre kerüljön. Most ehhez hozzá kell szoktatni magunkat. Nem csak a gondolatainkat, hanem az izmainkat is. Tehát ez a kettő ez együtt megy. Mert nyilván nagyon hosszasan a fegyvert esetleg így vinni, vagy így vinni, ez kényelmetlen lehet. Mondhatjuk azt, hogy ehhez is edzeni kell. Tehát a kényelmesség, tehát a túlzott kényelmesség bizony balesetveszélyhelyzetet okozhat. Sajnos számtalan esetben látom azt, hogy eleve kibiztosított puskával sétál valaki, mondván, hogy hát itt annyi nyúl szokott lenni, bármikor fölpattanhat előttünk egy, bármikor fölburranhat egy fácán kakas, és akkor egyből lövést tudok tenni. Igen. Holott ezt nyilván vizsgára oda-vissza tudni kell, hogy csak amikor már felismertük a vadat, igen, minden kétséget kizáróan meggyőződtünk a biztonságos lövés feltételéről, akkor hozhatjuk tűzkész állapotba. Az a baj, igen, hogy ezt távolból nem is nagyon lehet kontrollálni. Tehát igen, ezt mi nem látjuk egy vadásztársunkon, hogy ki van-e biztosítva a puskája. Igen. Ugye mi az, amit látunk viszont, bocsánat, a igen, mutató ujja. Igen. És sajnos sokszor ezt is tapasztalom, hogy eleve az elsütő billentyűn, sátorvason belül tartják az ujjukat a vadászok. Igen. Ugye itt ebben a biztonsági piramisban, itt valahol a közepe táján van nekünk egy ilyen, hogy pozitív azonosítás. Most a pozitív azonosítás alatt ugye nem csak azt értjük, hogyha fácán kakasra vadászunk, akkor a felénk repülő fácánt először neme szerint azonosítjuk, hogy az tyúk vagy kakas, hanem azt is azonosítjuk, hogy az, ahova majd a lövést leadjuk, az biztonságos lesz-e. A mozdulatsort és vele együtt a fegyver kibiztosítását csak ez után lehet megkezdeni. Tehát miután a pozitív azonosítás megtörtént. Igen, az egy vaddisznó, lőhetem, az a hely, ahol majd lőni fogok, az biztonságos lesz. A mozdulatsor és vele együtt a fegyvernek a kibiztosítása csak utána indulhat el. Ha a lövés valamiért nem történt meg, mire leér a fegyver, reflexzerűen visszabiztosítom a fegyvert. Megpróbálom ezt megmutatni. Ugye, fegyver, töltött fegyver. Nem horgászbot, halált hozó eszköz. Kontrollálom a csőtorkolatot, és ellenőrzöm a töltetlenséget. Vadászatom. Ugye, betöltöm a fegyvert biztonságos irányba, fölemelem a fegyvert egy biztonságos szögbe, jön a madár felém, megtörténik a pozitív azonosítás, elindítom a folyamatot, nem lőttem. Mire visszaért a puska, addigra reflexzerűen használom a biztosítót előre, illetve hátra. Pozitív azonosítás, lőhetek oda, elindítom a mozdulatot, lövök. Ha nem lőttem, mire visszaér még egyszer? Biztonságos. Új a sátorvason. Új a sátorvason. Vagy a pajzson, lakat szerkezeten, vagy a sátorvason, ugye? Jó, fegyver üres, fegyver töltött. Hogy ne csak sörétes puskával foglalkozzunk, ugye nem csak társas apróvad, hanem alkalmasint nagyvad vadászaton is részt veszünk, ahol, ha a helyzet úgy hozza, ugye golyós puskát viszünk magunkkal. Nézzük meg, hogy itt mire kell különösen odafigyelni. Engem speciál nagyon érdekelne, és az egyéni vadászatok alkalmával is többször vita téma vadászok között, mi a vadászias, és főleg mi a biztonságos hordmódja egy puskaszíjjal rendelkező golyós vadászlőfegyvernek. Igen. A prioritás megint csak ugyanaz. Csőtorkolat kontroll. A csőtorkolat ne kerüljön ki a látómezőből. Azaz? Tehát a fegyvert csővel előre. Ugye, ahogy az előbbi mozdulatokkal bemutattam, hogy alapjába véve azzal nincsen baj, hogyha a cső hátrafelé mutat, fölfelé 45 fokba, csak megint mi a baj? Az a baj, hogy nem kontrollálom a csőtorkolatot. És hogyha az idő szorítás alatt vagyok, mert megcsúszok, ebből ugye volt baleset, itt nem olyan messze, egy apró vadászaton, vagy volt az a tragikus baleset, amelyben két hivatásos vadász, egy osztrák és egy magyar vadászott együtt. Ugye a hátul menő osztrák vendég megcsúszott,
és a fegyver közben elsült, ahogy elesett. Ugye olyan esemény történik, amikor egy önvédő reflex lép életbe, tehát a saját maga egészségét védi. És mondhatjuk azt, hogy egy pillanatra elfelejti azt, hogy nála egy puska van, egy haláltózó eszköz, amely hát elsülhet. Elsülhet akár a rázkódástól is. Tehát egyes modelleknek a biztosítása nem olyan erős, hogy egy rázkódás hatására esetleg ne tudjon elsülni. Tehát amikor olyan idősűrítmény van, hogy tehát nincs időnk arra, hogy végig gondoljuk az eseményeket, hanem jó reflex választ kell adnunk, akkor ez a csőtorkolati iránti éberség, ha gyakoroltuk ezt, akkor működésbe lép. Tehát miközben elesek, aközben is tudom kontrollálni a csőtorkolatot. Ha ez nincs meg a gyakorlatban, mert ezt nem gyakoroltam, akkor ez soha nem fog működni. Nézzük meg akkor a golyós puska esetében, hogy is néz ki ez a torkolati éberség. Igen. Mi a helyes hordmód, és hogyan vegyük le a vállunkról? Igen, ugye töltött a puska, most megnézem, üres. Tehát egy biztonságos irányba ugye tételezzük el, hogy betöltöm, összecsukom, és ugye fogom, kontrollálom a csőtorkolatot, várra veszem. Tehát itt tipikus hiba lehet esetleg, igen, hogy a cső nem 45 fokba fölfelé mutat. Ugye, hogyha nem kontrollálom a csövet, persze akkor mutathat viszintesen is, akár előre, akár hátra, de addig, amíg érzékelem, és ha ezt szoktatom magamat, hogy kontrollálni akarom mindig a cső torkolatot, addig ugye ettől a hibától, ettől megkímél ez a rendszer, ez a kontroll. Ugye megyek, megcsúszok, elesek, mivel fogom a csövet, nem eresztem el, ugye fogom a csövet, ezzel is mechanikusan is kontrollálom. Meg a tudatomban is itt van a cső. Ugye, ha esetleg megy előttem valaki, és elesek, ugye, akkor esés közben a csőtorkolatot fogom oldalra, elirányítom. Én közben védem magamat, persze elereztem a puskát. Természetesen ilyenkor nem érdemes azon gondolkodni, hogy itt van egy drága optika rajta, majd ez megsérül, és akkor mi lesz vele. Az pótolható az ember életnek. Pontosan. Tehát ugye megint csak a kontroll, és megint csak a prioritás. Az élet nevében teszünk kereszteket a mezőre. Az életnek van mindenek fölött prioritása. Tehát ez a mozdulatainkban, a hordmódban is meg kell, hogy jelenjen, hogy ezt tudatosan tesszük. Tehát ez a kontroll, ez fent kell, hogy maradjon. Ha egyszer vagy kétszer az életben szükség van rá, hogy reflexszerűen helyesen végezzük azt a mozdulatsort, akkor életre kelljen. Mi a helyes töltési megoldás egy billenőcsövű fegyver esetében? Sokszor látom azt, hogy a csőpárt csukják föl. Igen. Sokszor pedig azt, hogy ugye a hátulját zárják hozzá. Mi a helyes? Igen, ugye a legnehezebben csukódó puskát is könnyű összecsukni, ha megtanuljuk a helyes fegyver kezelést, az a fegyvernek az összezárását. Betöltjük a puskát, egy picit oldalra fordítjuk, egy nagyon picit oldalra fordítjuk, a derekunkhoz leszorítjuk, és ebben a pillanatban a fegyver könnyedén összecsukható. Kontrolláljuk az összecsukásnak az irányát. Tehát jelen esetben, ha a fegyver elsülne, ugye a lövedék remélhetőleg ugye abba az irányba menne, azaz nem okoznék itt balesetet. Mert ugye azt kell feltételeznem, hogy a fegyver az összecsukáskor esetleg elsülhet. Hiszen itt a torkolat a föld felé mutatott. Mi a helyzet, igen, az ismétlő rendszerű fegyvereknél? Ugyanez lehet a helyzet. Most persze lehet olyan eset, amikor nem a föld felé zárom össze, vagy töltöm csőre a puskát, mert mit csinálok egy libagödörbe? Igen. Tehát egy libagödörbe ugye nem tudok ugye a lábom felé tölteni. Egyrészt nincs hely, másrészt jó eséllyel víz vagy sár van ott, igen, lent. A csőbe sár kerülhet, és abban a pillanatban nagyon nagy bajt csinálok, ugye? Puska üres. Minden fegyver egy ember készítette eszköz, meghibásodhat, elromolhat. Nem tudom, hogy mikor romlik el. Bármilyen gondos szerviz is kap az a fegyver. Elromolhat a biztosítója, eltörhet benne valami. Elsülhet. Összecsukáskor, tehát arra kell gondolnom, hogy ez a fegyver, amikor összecsukom, elsülhet. Még egyszer, ezt a hibát nem tudom, hogy ez mikor következik be.
Lehet, hogy soha, a vadász életem alatt lehet, hogy soha, de bőven volt erre ellenpélda, amikor bizony a fegyvert összecsukták és elsült. Tehát, hogy az egész mozdulatsor nem kontrollált megint csak a csőtorkat, nincs kontroll alatt, a fegyver összecsukása nem gondos. Ugye? Abban a pillanatban könnyen bajt okozhatok. Engem nagyon érdekelne, sok teríték fotó, vagy akár amikor töret átadás van, gratuláció van, fölkerül az internetre, és rendre megszólják, teszem hozzá részben azért jogosan, a képnek a posztolóját, amikor torkolattal előre balvállon, láthatóan üritett állapotban ugyan, ott van a puska, és éppen gratulál neki a kísérő, töret átadás történik, a kísérő felé mutat a csőtorkolat. Nézd, a lőoktató, aki esetleg a fegyver méretezését végzi, az az egyetlen eset, amikor egy bemérő fegyvert mögé a lőoktató odaáll, és megnézi, hogy a szemtengely irányába, a csősi mögött jó helyen helyezkedik el az illető szeme. De ez egy dupla kontroll. Kontrollálja a lövő is, meg kontrollálja az oktató is, mind a ketten meggyőződnek a fegyver ürességéről. Ez az egyetlen eset, amikor általam ismert eset, amikor a csővel szembenézhet valaki. Nyilván minden egyéb eset, ezt meg van törve vagy nem, ezt el kell kerülni. Világos. Terítékfotó készül, oda térdepelünk a vad mögé, mi történjen a fegyverrel? Erről is megoszlanak a vélemények, de én kíváncsi vagyok a te véleményedre. Mi legyen a puska sorsa? Én azt vallom, hogy legyen a vadász kezében, láthatóan üritett állapotban, ne támasszuk a vadnak. De hogy állsz ehhez a kérdéshez? Én mindig kézbe fogom a fegyvert, tehát mindig a kezembe tartom ezt a fegyvert. Lehetőleg olyan fotót szeretnék magamról ott a vad mellett, amelyen jól látható a fegyver üritett állapota. Úgy fordítom a fegyvert, hogy az árdugattyú fel legyen lazítva, ez egy golyós fegyver, vagy más esetben egy megtörhető fegyver, az egy megtört állapotban legyen, és ez jól látható legyen. Ugye a vadászaton is kommunikálunk a többiekkel, a mozdulatainkkal. A mozdulatainkkal sugalljuk a többinek, hogy értjük a fegyverkezelés biztonságát. És messziről is üzenünk a társainknak, hogy figyelj, mellettem nyugodtan vadászhatsz, mert biztonságosan kezelem a fegyvert. Ugye a korábbi kérdéseid között volt az is tulajdonképpen, hogy mit gondolunk, amikor a vadásztársak a gyülekezőre jönnek. Hát az, hogy ki kezeli biztonságosan a fegyvert, azt nem kell, hogy lássam lövés közben. Tehát ahogy az első mozdulata, ahogy az autója csomagtartójából a fegyvert előveszi, ahogy a tokjából a fegyvert előveszi, az mindent elmond, hogy mit gondol a biztonságról. Mert kérdezem én, majd a standon, a lőállásba fog eszébe jutni, hogy biztonságosan kéne kezelni a fegyvert? A francokat. Hát ott már a vaddal foglalkozik, zsákmányolni akar, ott már egy erősebb vágy épül fel. Tehát ott a biztonság ugye már valahol nem a biztonságnak van prioritása, hanem ugye előre tör az asszertív magatartás, a zsákmányolni akaró magatartás. Két nagyon gyors kérdésem volna, abszolút életszerű. Igen. Néha előfordul, hogy egy traktorpótkocsin utazunk Igen. egyik hajtás helyszínéről a másikra, Igen. vagy éppen egy terepjáróba kell beülni, hogy az egyik hajtásról átmenjünk a másikra. Hogyan tartsuk a puskát Igen. járművön? Először is mindig kiürített állapotban. Ha én beszállok egy gépjárműbe, akkor mindig elhangzik az a mondat a számból, hogy a puska üres. Mert ha ezt kimondom, akkor például a gépkocsi, ha az első ülésre ülök például, mert ugye ketten vadászunk, egy hivatásos vadásszal. Automatikusan ez a mondat a mellettem ülőből azt váltja ki, hogy oda néz a fegyveremre. Ha ez egy zárdugattyús fegyver, akkor az zárdugattyúra, ha egy billenőcsövű fegyver, akkor a tölténykamrára, hogy meg van törve, és ugye nincsen benne patron. Tehát a fegyver üres. Ezzel ő is megnyugodott, őt is megnyugtattam. Ezzel az egy mondattal. Ugye? Ha felszállok egy pótkocsira, és ott már vadásztársak vannak, mert ugye például egy disznóhajtáson azzal visztek bennünket a következő hajtás helyszínére, ugye a lőállásokhoz, ott is. Amikor szállok föl a gépjárműre,
ugye elhangzik, a puska üres. Ezzel kiváltom azt a reflexet, hogy aki ott van már, ott ül fönt a pótkocsin, az rá fog nézni a puskámra. És abban a pillanatban látja, mert úgy fordítom, hogy a zárdugattyú például ugye le van lazítva, hátra van húzva. Ez ugye megnyugtatom őket, hogy igen, ez a puska üres, nem kell, hogy aggódjunk felőle. Ennek ellenére gyakran tapasztalom, hogy összecsukják a puskát, és függőlegesen tartják. Vagy éppen meg van törve, de az ölükbe fektetik vízszintes csővel. Igen. Ugye a összecsukott puska az ugye töltött fegyver. Tehát akkor csukjuk össze a puskát, ha lőni szeretnénk. Én ilyen esetben meg szoktam kérdezni, hogy tehát itt a pótkocsin, itt lőni akarsz? Ugye? Nem, nyilván. A megtört fegyver csövét is kontrolláljuk, tehát nem szoktatjuk magunkat ahhoz, hogy a cső akár megtörve is ugye valakire ránézzen, valakire rámutasson. Ugye az a reflex, hogy az élettől el, az emberi élettől el, elfelé, ugye? Tehát ez muszáj, hogy dolgozzon bennünk. Minden is, hogy a puska idézőjelben meg van törve, vagy nem. Hát ha összemcsukva, nyilván. De még megtörve sem. Nem szoktatom magamat ahhoz, hogy ez valakire rámutasson. De. Vége a hajtásnak, 10 órai szünet van. Vagy éppen folyóügyeinket szeretnénk elintézni. Hogy tegyük le a puskát? Hova tegyük le a puskát? Ugye mi a gyakorlat? Összecsukják, nekitámasztják egy fának vagy a terepjáró oldalának, avagy megtörik, de vízszintesen lerakják a motorház tetőre. Igen. Hát ezek ugye szükséghelyzetek, mert letenni a földre sok esetben nem akarja, ott sáros lehet, koszos lehet, csőbe valami könnyedén belekerülhet. Hát hó talán manapság nem annyira van, de ha van, az ugye egyik legveszélyesebb dolog a sár mellett. Én mindig magammal viszek egy fegyvertokot. Szokták kérdezni tőlem, hogy hát ezekkel a szép agyazású puskákkal, amelyiknek tükörfényesre van politúrozva az agya, hogy hát nem féltem. Azt szoktam mondani, hogy a szemem világára is vigyázok, a puskára is tudok vigyázni, és a puska tulajdonképpen nem akkor sérül meg, amikor a kezem között azt kontrollálva viszem, vagy lövök vele, hanem pontosan ezekben a helyzetekben, amikor felülünk egy traktornak a pótkocsijára, ott zögykülődünk 15-20-an, a kutyák közben ott billenek innen-oda, és ugye a védetlen puska ugye nekiütődik az ülőke vas lábának, tehát ilyenkor sérül meg könnyen. Tehát érdemes ilyenkor egy tokot magunkkal vinni, amelybe a puskát ugye beletesszük, ezzel is a biztonságot tartjuk fenn, és természetesen azt is úgy tartjuk, hogy a csőtorkolat az ne ember felé mutasson, mert nyilvánvaló, hogy a tok nem fogja megvédeni, ha tölt van az a puska, és valamilyen okkal égett az a puska elsőne, az a kis bőr tok, vagy az a műanyag tok, az nem védi meg azt az embereket attól, hogy az abból kiszabaduló energia, hogy ott nagy bajt ne okozzon. De lehetőleg tokot vigyünk magunkkal, és akkor ezektől a kellemetlen jelenségektől is megkíméljük magunkat, hogy tehát nem kell a fának támasztanunk a puskát, vagy nem kell esetleg a földre, vagy a motorháztetőre, hanem a tokba elrejtve tehetjük le. Hát azt hiszem, hogy éppen hogy csak bele kaptunk ebbe a témába, holnap reggelig tudnánk róla beszélgetni. Igen. Én mindig nagy élvezettel hallgatom Andrásnak a fegyverkezelés biztonsági szabályairól szóló előadásait. Akit érdekel, ugye a honlapodon is rendelkezésre állnak ezzel kapcsolatos anyagok. A mai adásunkban ennyi fért. Gondolatébresztőnek én azt gondolom, hogy mindenféleképpen jó volt. András, köszönjük szépen, hogy fogadtál bennünket. Én köszönöm a lehetőséget. Tőletek pedig várjuk a hozzászólásokat, témajavaslatokat. Fizessetek elő a vadászlapra, november végéig még tart az előfizetői nyereményakció. Köszönjük szépen Szollár Andrásnak, aki pedig az elkövetkezendő napokban, hétvégén társas vadászatra megy, a ma elhangzott intelmeket mindenféleképpen vigye magával. Köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!